Már rövid távon is súlyos ellátási zavarokhoz vezetne, ha a brüsszeli energiaszankciókra válaszul Oroszország leállítaná a gázszállítást. Erről beszélt Dömötör Csaba reggel a Kossuth Rádióban. Az államtitkár hozzátette, ez a lépés a kelet-európai országokat jobban érinteni, például Magyarország függősége az orosz gázszállítást a 85%-os. Úgy fogalmazott, az uniós szankciók az eredeti céljukat nem érik el, Európának viszont ártanak. A szankciók nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, a háború nem ért véget, a béke nem köszöntött be. Át kell gondolni az uniós szankciós politikát, mert nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ezt a miniszterelnök politikai igazgatója mondta Köcsén. Orbán Balázs úgy fogalmazott, Oroszország helyett Európa kényszerült térdre. Az oroszokat nem sikerült visszaszorítani, térdre kényszeríteni, Európa viszont sajnos egyre inkább nyilvánvaló, hogy térdre kényszerül a szankciós politika hatására, elszabaduló energiaárak, soha nem látott mértékű inflációs útja Európa valamennyi országát. Egy abszurd elképzelés volt az a helyzet, hogy energetika területén működőképes módon lehet szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben. Az őszi politikai szezon legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy sikerül-e változtatni az elhibázott uniós szankciókon, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a szankciók eredeti céljuk szempontjából nem segítenek, Európának viszont ártanak. Nincs olyan ember Európában, aki valamilyen formában ne érezné az elrontott szankciós politika inflációs hatásait. A rezsiszámlától, a közlekedésen át, a mezőgazdaságig most minden terület magán viseli a szankciók nyomasztó lenyomatát, és Brüsszelben a szankciók kapcsolatban azt ígérték, hogy ezek csodafegyverek lesznek, de valójában a gazdasági öncsonkítás elszabadult eszközei lettek, ezért kell ezen változtatni. Mi régóta mondjuk, hogy a megoldást az azonnali béketárgyalások jelentik. Súlyos energiaválsággal küzd Európa, a gázára egy év alatt több mint a 8-szorosára nőtt. Az Európai Központi Bank erőteljes gazdasági lassulást vetít előre, a munkanélküliség jövőre elérheti akár a 7%-ot is. Közben egy friss felmérés szerint a német vállalatok ötöde már most korlátozta a termelését. Az Európai Unió nagyon nagy bajba került. Brüsszel mégis kitart a szankciók mellett, sőt újabbat, gázársapka bevezetését tervezi. Erről már a századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője beszélt az M1-en. A javaslat csomagról jövő kedden dönthet az Európai Bizottság, Magyarország nem támogatja. Hortai Oliver szerint katasztrofális következményekkel járna az uniós gázársapka, további terhet róna a már egyébként is nehéz helyzetben lévő országokra. Ahol nincsenek a rezsicsökkentéshez hasonló védő intézkedések, amik megakadályoznák, tompítanák az áremelkedés begyűrűzését a lakossági tarifákba, ott a háztartásoknak is egyik hónapról a másikra is jelentős mértékű áremelkedéssel kell szembesülniük, ami már komoly egzisztenciális problémát okoz számukra. Nyugat-Európában több olyan ország van, ahol több 10%-kal nőtt az energiaszegény háztartásoknak az aránya, azaz családok tömegeinek a hónap végén arról kell dönteniük, hogy élelmiszert vásárolnak, vagy energiát használnak, fűtenek. A szakértő szerint ezzel szemben Magyarország energiaellátása biztosított. A gáztárolók töltöttsége az európai átlag fölött van, és folyamatos a beszerzés. A rezsicsökkentés pedig egyedülálló módon védi a magyar családokat.